Maguk ácsolta tutajokon indultak útnak a cserkészek Tiszabecsnél. A külföldi Magyar Cserkész Szövetség egyhetes mozgótábora egy 110 éves hagyományt tart életben. 1913-ban a Vág folyón szálltak először tutajra a magyar cserkészek. Azóta több kontinensen is szerveztek hasonló túrát. A találkozót legutóbb 2013-ban rendezték meg hazánkban, akkor közel 200-an érkeztek a világ minden tájáról. És akkor megbeszéltük, hogy 10 év után legyen újra. És itt vagyunk, nem 180-an, hanem majdnem 300-an, és hogy ez megtörténjen, és ez egy hagyomány legyen, és hogy ilyen szuper jó élményeket adhatunk a gyerekeknek. Én havár nem jöttem messziről, én Bécsből jöttem, és tutajomon mindenhonnan jöttek emberek. Nagyon sokan Amerikából, Montrealból, Chicagóból, New Jerseyből, Bostonból. Úgyhogy legtöbben szemtömin a fele onnan van, de vagyunk egy páran. Van még egy bécsi társam, és van még Felvidékről, Újvidékről, és Gödöllőből is van egy személy. Amúgy nagyon jól érzem magam, szerintem olyan 5 éves korom óta nem voltam a Tiszánál, úgyhogy szerintem most fogok először életemben úszni a Tiszába. Úgyhogy nagyon klassz, meg így nagyon furcsa, hogy itt a táborban mindenki mondja, hogy Tisza, 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 és mindig én akarok felnézni, és észrevesz, hogy nem hozzám beszélnek, hanem a helyszínről, a folyóról. Az elkészült vízijárművek mindegyikén 15-en eveztek, főztek és aludtak 6 napon keresztül. A résztvevők ráadásul jókora teherrel haladtak. Több száz hordóban gyűjtötték ugyanis a szemetet a Tiszán, Európa egyik legszennyezettebb folyóján. A nemzetközi tutajtábornak idén a honfoglaláskora adott kerettörténetet, így nem csak a cserkész tradíciókat, hanem az államalapítás előtti hagyományokat is ápolták a magyar ajkú résztvevők. Az ideérkezőknél még a több ezer kilométeres távolság sem akadály a nyelv és a tradíciók megőrzésében. Ugyanazokat az erényeket gyakorolják, az egy óriás ajándék, és ezt álmodtuk meg, most már azt hiszem több mint 2 éve, és több mint 1 éve szervezzük, hogy a mi argentin csapatunk is ebből kapjon és nőjön. Evezésre készül, mindenki előre dől, és beteszi a vízbe az evezőt. Akkor evezés indul! Húzz! Wow. Az egyhetes túra nem csak fizikai, hanem lelki próbatétel elé is állította a cserkészeket. Félek, jó vagyok, mint kapitány, nem vagyok jó, vezető, ki lesz mellettem, más országból nem ismerem. Este fogok tudni aludni, vagy nem, egy tutajon alszunk, együtt tutajon főzünk, menni fogunk 100 kilométert a vízen. Sose elvesztem, ez is megtörténik. És ez egy csomó félelem, ami bennünk van. Lelkileg ezt mind le kell győzzük, és le fogjuk győzni, ezért túl fogunk lépni azon, és ez lesz a nagy, óriási nagy tanulmány mindenkiben, hogy ezen átléptünk és megcsináltuk, és ez a lelkünket teljes mértékben felújítja. A közel 100 kilométeres szakasz Bencsnél ért véget. A cserkészek arról is gondoskodtak, hogy a tábor végén a felhasznált tutajelemeket és a Tiszán összeszedett műanyag palackokat később újra tudják hasznosítani. A több mint 300 hordó visszakerült a cégekhez, a megmaradt élelem pedig a helyi polgármesteri hivatal segítségével a térségben élő rászorulókhoz került.